15 fenyő várta a díszeket a Katolikus Caritas szombathelyi központjában vasárnap. Családok és munkahelyi kollektívák gyűltek össze díszíteni a fákat. Nagy örömmel jelentkeztünk erre a feladatra. Az országos egészségbiztosítási pénztár égisze alatt is vagyunk, és alapvetően a munkánk immanens része a szociális, illetve karitatív jelleg, így magától értetődő volt, hogy az akcióban részt vegyünk és jelentkezzünk. Természetesen nagy örömünkre szolgált, hogy eljöttünk ide, és nagyon szívesen veszünk részt, hiszen a szombathelyi törvényszéknek a célja az, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében a rászorulókon segítsen, és lehetőségünk szerint minden olyan rendezvényen részt veszünk, ahol segíteni tudunk a bajba jutottakon, illetőleg a rászorultakon. A díszek egy részét kézzel készítették a felajánlók, de akár helyben is vállalkozhattak kézműves munkára a kicsik és a nagyobbak. Egész vasárnap délelőttre adott programot az önkénteseknek a fák csinosítása. December 15-e ugye a Jónak lenni jó napja, és arra gondoltunk, hogy a családok, a gyerekek szombathelyen vegyenek részt ezen a napon, és itt lent a nagy teremben 30 karácsonyfát kaptunk Gáncsapáti felajánlótól. A már teljes karácsonyi díszbe öltöztetett fenyőket rászoruló családok kapták. Országosan is sikeresen zárult az MTVA Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampánya. Több mint 119 millió forintot sikerült összegyűjteni a Katolikus Caritas javára vasárnap késő estig a közmédia csatornáin sugárzott műsorok nyomán. A szombathelyi médiaközpont is kivette a részét a jótékonysági programból. A Hétvége Extra című műsorunkban rengeteg felajánlás érkezett, és sikeresen zárult az árverés. 50 ezer forintért kelt el a felajánlott festmény. Ti csatlakoztatok már.